teljesen megdöbbentem, hogy 10 éve halt meg Manna, mert ez a 10 év nagyon hamar elment. És tulajdonképpen most került sor arra, hogy így egy ilyen kiállítás létrejött, ami kifejezetten róla szól. Megragadni a matériában megraganthatatlant. Megragadni azt, ami az 5 érzékszervvel nem megragadható. Tehát ami csak a 6. érzékkel valahogy. A Rilkének van például egy másik verse, ami arról szól, hogy a halak némák hittük egykor, de vajon nincs egy olyan hely, ahol azt, ami a halak nyelve lenne, tehát amit beszélnek, nélkülük beszélik. A másik nagy dolog meg az, hogy teljesen érthető magyar nyelven el tudta mondani, hogy mi a képnek az értéke, vagy egyáltalán, hogy mit nézzenek rajta, és előtte minden kollégát kikérdezett, de nagyon alaposan, hogy hogyan született a kép. De egész pici részletekre kitérően kellett neki elmondani, hogy ez megálmodta az ember, vagy látta valahol, visszatérő téma, vagy valami. Tehát ez. Azért így, ahogy nézem a szülést, annak a kutyának az arcát, ami akkor történt benned, tulajdonképpen a szülés az az egyetlen metafizikai élmény, amit még föl tudunk fogni, mert a halált azt már nem olyan nagyon. Az agóniában egy kicsit megtudj. Tehát történik valami az embernek a felfogó képességében, valami, amit egyszerűen úgy se értesz meg, mert már azt se érted meg, hogy lett az élőlény semmi. Azért folyton tapogatózva megyek tovább, mert most nézem már közben ezt. Tudod? Ennek ez edd meg, hát ez óriás. Mert ebben kacérkodom már itt közben, amíg azt nézem. Oda rakom azt is. Most akkor ez egy lélekmadár mondjuk. Egy lélekmadár, aki labdázik azonban ezzel. Most ha ennek az arcát összeveted az előbbiekkel, hát ez ha már kell, akkor inkább a halálmadárféle. De hát ez valami óriási. Na most ez van története? Van valamilyen? Címe van? Még igazából nincsen. Hát tudnék, ez egyik a legdöbbenetesebbeknek eddig, amit csinálta. Minden mondata érthető volt, nem beszélt mellé, nem voltak érthetetlen körmondatai. Rögeszmém, hogy a nemzeti jelleg egyetlen egy ponton mutatható ki, az az ihlet, az inspiráció. Itt végigmentem 2-3 századon visszafele, művészeket megkérdeztek, hogy mi az ihlet. Hát például Rodin, aki röhögött, az a inspiráció, ki az a hülye, aki ezt kitalálta. Hát ilyen nincs. Hát az inspiráció az van, az születik. Azon az UNESCO kongresszuson, az elsőn, amin kín voltunk, részt vettünk, én ezt fejtegettem ki, mert a kongresszus 21 nációval, a kongresszus fele erről szólt, hogy nemzeti jelleg. Mindenkit izgatott halálosan a nemzeti jelleg, amit nem lehet megfogni tulipánnal és ilyesmikkel. Egyedül az ihlettel lehet nyakon csípni. Minket is egyfajta önismerethez vezetett, és hát hihetetlen táperő volt. Na most aztán éljük a hiányát. 1957-ben alakult a Nemzeti Galéria. Én akkor kerültem oda, az akkori igazgató, főigazgató, aki tulajdonképpen alapította a galériát, a Pög, Pogányő Gábor, azt hívott oda. Grafikai osztályra kerültem mindjárt. Na most, ott egy iszonyatos jó festészeti anyag gyűlt be. Grafika nem volt annyira teljes, a fővárosi képtár teljes anyagát áthoztuk, és a szépművészetiből az új, tehát az új magyar anyagot. Én borzasztóan szerettem a műtárgyakat, azért elsősorban muzeológusnak tartom magamat, műtörténészként is, mert nem tudok, nem is akarok elszakadni attól, hogy egy műtárgy azt szagolni kell, azt érezni kell, szeretni kell. Hát ez alapvető. A galériában nem volt szokás úgynevezett élőművészettel foglalkozni. 50-es évektől kezdve, előtte meg pláne nem, hiszen volt európai
iskola a műcsarnokban. Én személyesen ismertem egy nagyon sok művészt apám révén. Hát Márfi Ödön, Ken Stock, csomó, de például Abanovák is. 62-ben megrendeztem a Nagy Abanovák emlékkiállítást. Bényi Lászlóval együtt rendeztük, és egyszer csak átjött a minisztérium, és egy ifjú kollega azt mondta, hogy az egészet le, nem engedélyezem se a katalógust, se a kiállítást. Ez volt egy nappal a nyitás előtt. Miért nem engedi, mint minisztérium, hirtelen oda került? Hát azért, mert nem érdekelte Abanovákot az ember. Hát mondom, maga szerencsétlen, hát mit néz maga az össze? Nincs olyan képe, amin ne lenne ember. Igen, de csak tömegbe. Akkor megmondom, örüljön neki, hogy volt egy festő, aki tömegbe is érdekelt az ember, nem csak mint individuum, mert akkor már kezdődött ez az őrület. Hát ugye meggondolom, hogy ember elég ebből, hát ha ennek az egy parasztasszonynak az arcát megnézik, vagy azt a kicsit bávábat, vagy akár ahhoz milyen lélektani ismeret kellett megcsinálni. Mennyit csalódik egy ember, és mennyit szenved mások nevébe, addig, míg egy arcot megtalál így. Hát ez egy lehetetlenség, hogy ezt közömbösen nézni, meg jó tárgyilagosan. Lehet, de bandán nem lehet. Ez gyilkosság egy ilyen művel szemben. Szóval erre mondom azt, amikor örülök annak, hogy akkor éltem, mikor ő